A március közepe óta eltelt idő nem szolgálta a közművelődés ügyét, ezt bátran kijelenthetjük. Azóta gyakorlatilag minden előre betervezett programunk kútba fulladt, mondta Vajda Tibor, a Tornai Művelődési Ház igazgatója. Most már eljutottunk abba az állapotba, amikor tervezni tudunk, mondja. Minket nagyon érzékenyen érintett az, hogy egy pályázati projektbe a városnapját nem tudtuk megtartani május végén, illetve hát tényleg a március óta lévő összes olyan rendezvényt, ami szokás egy ilyen tolnai kulturális központ méretű intézményben megtartani, tehát az ünnepségeket, a költészetnapját, a gyereknapot, minden elmaradt. Tulajdonképpen az történt, hogy mint ahogy a felhők elszálltak fölöttünk, ezek a programok is elszálltak. De most már az az idő van, amikor valamit próbálunk előre nézni, és a kormányzati intézkedések hatására mi is táborokat hirdetünk, 4-et hirdettünk a nyárra, illetőleg 2 júliusban és 2 augusztusra, illetve egynapos gyerekrendezvényeket, illetőleg az augusztus 8-ára tervezett Bárka Fesztivál a hónap utolsó szombatjára kerül át, és onnantól kezdve a rendezvények várhatóan a tervezetteknek megfelelően zajlanak, és a pályázati projekt utolsó ezévi rendezvénye az az adventi időszakban, minden decemberi hétvégén, minden szombaton lesz egy-egy rendezvényünk, és a projektünk átcsúszik, tovább csúszik a jövő évre, és az idén elmaradt városnapja, amit jövő május végén rendezünk, azzal zárul ez a projekt. És így akkor minden rendezvényünk, az ilyen nagy rendezvényünk megvan. A táborok napközis jelleggel és egy héten keresztül várják majd a gyerekeket. Itt a területünkön foglalkoztató, kézműves, játékos és egyéb lehetőségek vannak. Mindegyikben szinte mindenhol ugyanaz, elsősorban az alsó tagozatos gyerekek részére. Júliusban az első héten lesz az első, a harmadik héten a második. Ebben a hónapban bármikor nyugodtan bárki jelentkezhet, még a telefonszámunkat elérhető. Abban a pillanatban, amikor igazándiból kinyithat a kulturális központ, újra nyilvánosságra hozzuk ezeket a programokat és jelentkezési határidőt, júniusban nyugodtan ráér mindenki jelentkezni. Egy táborra átlagosan 20 fővel szervezünk, itt szintén azok a szabályok, amiket a kormányzat kiadott, azokat figyelembe kell, hogy vegyük. A jelenlegi tervek arról szólnak, hogy augusztus végén nagyszabású fúvós találkozót szerveznek Tolnán, ahol az ifjúsági fúvószenekar mellett a paksi tubatábor résztvevői is fellépnek. Most tehát várják a táborozásra jelentkező gyerekeket a Tolnai Műfházban a júliusban induló táborokra.